Nézzük, miket fogok olvasni októberben, és mit kéne neked is elolvasnod, hogyha vállalkozásod van. Ez az októberi könyvajánló. Az első ilyen könyv, The Culture Code, aminek azt hiszem Daniel Coyle az írója, ez pontosan arról beszél, hogy tök mindegy, hogy te egyedül dolgozol, ketten dolgoztok, vagy pont ezt mondta az egyik videóban az egyik srác, hogy vagy másfél ember dolgozik, tehát te meg egy ember fél munkaidőben, kell lenni egy bizonyos céges kultúrának. Ez a könyv pedig konkrétan arról szól, hogy hogyan tudsz te céges kultúrát kialakítani. Nem véletlen, hogy a nagy cégek ilyen magasra vitték, mert ott van például az Amazon, eszméletlenül nagy céges kultúra van ott. Teslában szintén, akkor a Facebooknál, Googlenél is. Tehát a Googlenél, hogyha meglátnátok, hogy ugye hogy néz ki egy Google irodaház, akkor körülbelül nem tudnátok, hogy most egy irodában vagytok, azt hinnétek, ez valami játszóház vagy ilyenek. Ez mind-mind a céges kultúrához tartozik. A második könyv az Lean Thinking, ez James Womack, azt hiszem ő az írója W-vel. Ezek a könyvek amúgy angolok, legalábbis én angolul fogom olvasni őket, de lehet, hogy magyarul is megtaláljátok őket. Ez konkrétan arról szól, hogy hogyan tudsz, ha a cégedben bármilyen probléma történik, az hogyan tudod megoldani úgy, hogy nagyon tisztán és átláthatóan kezdesz el gondolkodni. Tehát nem az van, hogy ilyen nagyon nehéz felgöngyölíteni, hogy hol a hiba, hanem egyből tudni fogod, hogy mi a hiba és hogyan kell azt megoldanod. Tehát a Lean Thinking-et én pontosan emiatt szeretném, hogy nekem mindig is egy fő szempont volt a vállalkozásnál, hogy minél egyszerűbb és átláthatóbb legyen az én vállalkozásom, és a Lean Thinking szerintem ebben fog nekem nagyon-nagyon sokat segíteni, hogy még inkább leegyszerűsítem konkrétan csak arra, ami kell. A harmadik könyv az pedig eszméletlenül spirituális, amúgy Vadim Zeeland talán az írója, és az a neve, hogy a Reality Transurfing. Azt hiszem, hogy Vadim Zeeland egy orosz kvantumfizikus, de ebben nem vagyok biztos, hogy ez, de ilyesmivel foglalkozik. És ezt a könyvet akarom elolvasni, eszméletlenül hosszú, talán 800 oldalas. Viszont néztem róla több videót is, ilyen félórásokat, meg órásokat, és brutálisan jó dolgokról beszélnek. És először én azt hittem, hogy ez a transzurfing, meg ilyenek ilyen, hát ez már túl spiri nekem, ez nem kell. De rájöttem úgy, hogy amikor megnéztem egy órás videót róla, hogy nagyon király dolgokat mesélnek el. Így azt röviden azt mondja az egésznek a lényege, hogy ugye a te döntéseid határozzák meg azt, hogy merre mész a jövőben. És hogy végtelen mennyiségű jövő lehetőség van a te számodra, és minden egyes döntés az téged csak egy picit előrébb visz az úton. És ezért kell nagyon-nagyon figyelned arra, hogy milyen döntéseket hozol, mert azok fogják eredményezni a te jövőbeli életedet. És most ezt nem akarom elmondani, de eszméletlenül hosszú könyv, nagyon-nagyon izgalmas. Aki spirituális, annak mindenképpen ajánlom, mert szerintem hogyha kéne mondani valamit, ami összefoglalja a spiritualitást szerintem, akkor az ez lenne. Ha meg kéne mondani valamit, ami összefoglalja az önfejlesztést, az meg a Napóleon Hillnek a sikertörvényei lennének. Tehát ha ezt a kettőt így összetenném, akkor ez ilyen két összefoglaló lenne, ami biztos alapot adhat mindenkinek, aki kezdő ezekben. A nap kérdése pedig az lesz, ami egy kicsit ilyen trendingelő téma, bár remélem, hogy akkor is trendingelni fog, amikor ez a videó kimegy, hogy melyik Marvel karakter lennél te? Kérlek, írd meg nekünk a kommentben, hogy melyik karakter lennél és miért? Mert kinyílt a multiverzum, és szeretném megtudni, hogy ti melyik karakterek lennétek. Hogyha tetszett a videó, mindenképpen lájkolj be és nyomd meg a feliratkozás gombot, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!